szeretném, hogyha felidéznéd nekem azt a pillanatot, amikor megtudtad, hogy az év kitűnő szakoktatói 20 jelöltje közé bekerültél. Rendkívül nagy élmény volt, nagyon örültem neki, mivel nem várt esemény volt, és nagyon-nagyon boldog voltam. Mióta vagy a szakmában? 2003-ban végeztem, mint képzős állam, 2009 utóban a saját iskolában. Mit mondanál azoknak a fiatal tehetségeknek, akik még most kezdik a szakmát, hogy mik azok a szempontok, hogy mit ajánlsz nekik, hogy versenyekre járjonak, vagy képzésekre, vagy mi az, amivel ők is egyszer szakoktatói jelölést kaphatnak? Elsős legfontosabb a szakmai szeretném, hogyha felidéznél nekem azt a pillanatot, amikor megkaptad azt a infót, hogy az év kitűnő szakoktatói közé bekerültél. Az a pillanat az érdekes volt, mert akartam elvinni, nem számítottam el, hogy őszintén szerényebb lennek magamban, és megtisztelő, hogy én legyen. Mióta vagy a szakmában, mint szakoktató? Itthon is oktat, külföldön is egyaránt, vagy hogy alakulnának itt a oktatások? Itthon is és külföldön is oktatok, de elsősorban a pici gyerekeim vannak, és mi azt mondják, hogy el tudok utazni. De van egy szlovák csapat, aki elmészetesen kiállt és elmészetesen. Milyen tanácsot adnál azoknak a feltörekvő fiatal tehetségeknek, akik most kezdik a szakmát, hogy egykor ők is szakoktatói jelölést kapjanak? Hát mindenképpen legyenek bátrak, ahhoz legyenek bátorok, hogy közvetítsék a szakmának a sokszínűségét, és ne csak egyfajta dolgot készüljenek a szalomban. Szeretném, ha felidéznéd azt a pillanatot, amikor megtudtad, hogy bekerültél a 20 legtöbb szavazatot kapott kitűnő szakmai oktatók közé. Nagyon meglepődtem, és nagyon boldog. Mióta tevékenykedsz a szakmában, mint szakoktató? Csak az itthoni, hazai fiatalokat oktatod, vagy tanulókat oktatod, vagy külföldön is oktat? Jelen pillanatban még csak az itthoni fiatalokat. A hazai körmösöket mennyire tartod erősnek a külföldiek kedvében? A magyarok mindig is nagyon erősek és lesznek. Szeretném, hogyha felidéznéd azt a pillanatot, amikor megtudtad, hogy bekerültél a legjobb szakoktató jelölt közé. Megemlítem, határozottan nagyon meglepődtem, de örültem neki, hogy be tudtam kerülni, mert szegedi vagyok, tehát nem is a fővárosból, és szerintem ezt tudtam, hogy vidékről is akár be lehet kerülni egy ilyen rangosabb eseményre. Milyen tanácsokkal látnád el azokat a feltörekvő fiatal tehetségeket, akik még most kezdik a szakmát, hogy egykor ők is bekerülhessenek esetleg egy ilyen jelölésre? Hát először is nagyon sok tanulás. Szerintem az áll mindennek a hátterében, minél több tanfolyamon, minél több kutatóhoz el kell menni és készülni arra. Még szépen meg kell mászni a lépcsőfokokat, és aztán egyszer csak találja magát az ember, hogy szakoktatók is a felépülnek. Nevet most nem mondjál, de vannak olyan szakoktatók, akár itthon, akár külföldön, aki a példaképet is felnézel rá? Kérlek, idézd nekem fel azt a pillanatot, amikor megtudtad, hogy bekerültél a legjobb 20 döntős közé szakoktatói jelölést, akik kapták. Milyen érzés volt? Letettük a telefon, sírva fakadtam, várom belébe, mert együtt voltunk pont az üzletben. Várom belébe, belefogtam, hogy képzeld el, mi történt velem. Ő is nagyon örült neki, és hát a közeli ismerősök is már előre gratuláltak. Előre itt tudom kedvem bőrére, de szerintem már ez is egy siker, hogy ide bejutottam. Mióta vagy te szakoktató a szakmában?
ha jól tudom, akkor te most diplomázol, de inkább mesélj te erről nekünk, hogy mit lehet tudni. Hát valójában a drakonia szakon fogok végezni, ez ugyanolyan szak, mint a pedagógus képzés, csak ez felnőttekkel foglalkozik. Azért választottam ezt az egyetemi képzést, hogy sokkal magasabb minőségben tudjam Thank you.
milyennek látod a mai feltörekvő szakmabeli generációt? Magadat, vannak ikonok, akikre fölnézel, vagy mi az, ami a szakmát adja neked tovább, hogy még több fejlődést elérjön?